A tojások sárgáját 3 evőkanál cukorral fehéredésig keverjük. A fehérjét 2 evőkanál cukorral habbá verjük. Hozzákeverjük a tojás sárgájához. Az 5 evőkanál lisztet rászitáljuk, majd óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A masszát 24 cm átmérőjű torta formába simítjuk. Előmelegített sütőben 140-160 fokon 30-35 percig sütjük. Amikor kihűlt, ketté vágjuk. A turót 6 evőkanál forcukorral és 2 csomag vaníliás cukorral ízesítjük. A zselatin tejben feloldjuk, majd a turóhoz keverjük. A tejszínhabot habbá verjük. Hozzákeverjük a túróhoz. A tortalapok egyik oldalát a lekvárral megkenjük. Az egyiket lekváros oldalával felfelé visszatesszük a torta formába. A fele túrókrémet rásimítjuk, majd a földarabolt eperdarabokat belenyomkodjuk. A maradék túrókrémet rákenjük. A másik tortalapot lekváros oldalával lefelé a tortára borítjuk. A tetejét porcukorral meghintjük.